Köszöntöm a nézőket, napszemle kezdődik, már is mutatjuk a fontosabb témákat. 3,5 millió lejt költenek a művelődési ház felújítására. Energiatakarékosabb és szebb lesz az épület. Folytatják a víz- és szennyvíz hálózat kiépítését Ditróban, aláírták a kivitelezési szerződést, hamarosan kezdődik a munka. Idén is várják azon diákok jelentkezését, akik zöldséges kertet hoznának létre. Meghirdették a kiskertész programot. Aláírta múlt héten Nagy Zoltán polgármester a művelődési ház felújítására vonatkozó támogatási szerződést. A pályázat által 3,5 millió lejből teljesen felújítják, korszerűsítik és energiatakarékossá teszik a közel 50 éves épületet. 3 millió 520 ezer lej támogatásban részesül Gyergyó Szent Miklós a művelődési ház felújítására. Az erre vonatkozó szerződést a napokban írták alá Gyulafehérváron. Hál' Istennek most már elmondhatjuk, hogy egy hosszas folyamatnak vagyunk az első mérföldkövénél, amikor ugye több mint 2 éves utánajárás után sikerült aláírnunk azt a szerződést, amelynek az a célja, hogy az 50 évvel ezelőtt épült kultúrházat fel tudjuk újítani. A pályázat fő célja természetesen az, hogy energetikai szempontból minél inkább hatékonyá tudjuk tenni az épületet, de ezzel egy időben állatmegőrzési beavatkozások is fognak történni, valamint olyan felújításon szeretnénk átvezetni ezt az épületet, amely a régi patinájába visszaállítva további, reméljük legalább 50 évre tudná szolgálni a helyi kulturális közösséget. A támogatásból teljesen megújul az épület, külső szigetelést kap a homlokzat és a belső udvar is. Nyílászárókat, víz- és villanyvezetékeket is cserélnek. A cél, hogy energiatakarékosabb legyen a művelődési ház. A benne működő intézményeknek nem kell kiköltözniük a munkálatok idejére. A pályázat olyan alapbeavatkozásokat tartalmaz, amely a tetőszigetelést, a nyílászáró cseréket foglalja elsősorban magába, de sor fog kerülni természetesen a külső szigetelés kialakítására, valamint a belső fűtéshálózat, villanyhálózatnak a teljes körű felújítására, valamint ezzel párhuzamosan megújuló energiaforrásokat is el fogunk helyezni, napkollektorokat a tetőtéren, valamint az akadálymentesítésre is figyelünk, hiszen jelen pillanatban a tolószékben levő mozgás korlátozott személyek számára szinte lehetetlen bejutni a kulturális intézményünkbe, éppen ezért a bevezető járatoknál a rámpát is kialakítunk, illetve bent pedig felvonó székes rendszert is be fogunk építeni. Figyelembe véve azt, hogy ez a pályázat nem tartalmaz olyan belső átalakítási munkálatokat, amelyek nagy mértékben átrendezné a belső struktúrát, úgy ítéljük meg, hogy a munkálatok ideje alatt lesznek időszakok, amikor korlátozott idővel vagy visszafogott ütemben lehet folytatni a munkálatokat, de olyan munkálatok nincsenek benne, amelyek bizonyos intézmények vagy egyesületeknek a munkáját el lehetetlenné, akár rövid időre is. A munkálatok futamideje 18 hónap. Most a kivitelezésre zajlik a licit. Ha az lejár, közbeszerzést írnak ki a munkálatok elvégzésére is. Az első munkálatok még az idén elkezdődhetnek, ha a közbeszerzési eljárások rendben lezajlanak. A magánszemélyek jövedelemadójáról és társadalombiztosítási hozzájárulásáról szóló egységes nyilatkozat leadási határidejét március 15-éről július 31-ig meghosszabbítják, olvasható a pénzügyminisztérium által közzétett tervezetben. Ugyaneddig a határidőig lehet rendelkezni az adó 2, illetve 3,5%-áról, és július 31-e lesz az adótörvénykönyv által meghatározott adó és társadalombiztosítási járulék fizetési határidő a magánszemélyek számára. Hamarosan folytatódik a víz- és csatornahálózat kiépítése Ditróban. Az önkormányzat pályázatot nyert a célra, s már a kivitelezővel is megkötötték a szerződést, így amint az időjárás lehetővé teszi, elkezdődik a munka. Újabb nagyszabású munkálatra számíthatnak Gyergyó-Ditró lakói, ugyanis nem sokára folytatódik a községben a víz- és csatornahálózat kiépítése. Lejárt a közbeszerzési eljárás, az önkormányzat szerződést kötött a kivitelezővel. Talán
polgármesterségem ideje alatti egyik legnehezebb munka ez a csatornázás. Nagyon nagy a község, több mint 50 km víz és 50 km csatornát kell építeni a településre, településen ahhoz, hogy minden egyes lakást lehessen bekötni. Itt most már a vízcsatorna hálózatnak a teljes befejezése pályázattal úgy állunk, hogy megvan a kivitelezési szerződés, megvan a cég, és amihelyt az idő engedi, akkor már tudunk neki fogni dolgozni. Itt szintén hasonló, mint az előző pályázatnál is, több mint egy évbe telt a szerződés aláírásától, tehát az uniós pályázatnak a szerződés aláírásától a kivitelezési szerződésig. Licitek lebonyolítása, engedélyeztetések lebonyolítása, stb. És most már úgy néz ki akkor, hogy 2019 egész nyarán tudunk dolgozni, jó időben vagyunk, és így, hogy tavasszal tudunk nekifogni, remélhetőleg őszre, ha nem is teljesen, de én azt remélem, hogy be tudjuk fejezni az egész munkálatot. Itt több mint 10 km víz és 10 km csatornaépítésről van szó, nagyon sok lekötésről van szó, több mint 800 lekötést kell majd építeni a lakosok számára, és ezzel a hálózatnak a befejezése után minden egyes lakós, minden egyes gazdaság, úgy mondhatnánk, gazdaságnak lehetősége lesz lekötni erre a vízre és a csatornára. A község több utcájában ásnak majd árkot, hogy lefektessék a vezetékeket, és mindez kellemetlenséggel járhat a lakosoknak, viszont a munkálatoknak köszönhetően több száz lakóházat csatlakoztathatnak a víz- és szennyvízhálózatra. Az érintett utcákban fórumot is szerveznek majd, hogy minden részletről tájékoztassák a lakosokat. Most van folyamatban a céggel az egyeztetés, hogy úgymond a prioritási sorrendet állítsuk össze, az utcáknak a prioritási sorrendjét. Hát elsőként mindenképp azokba az utcákba szeretnénk bemenni, ahol vízi, aszfaltozás pályázatunk van nyertes, és még mondjuk vizet vagy csatornát kell ott építeni. Utána pedig kialakítunk egy prioritási sorrendet, végigmegyünk, és mielőtt bemennünk az utcába építkezni, azelőtt minden egyes utcába utcafórumot fogunk tartani, összehívjuk az embereket, elmondjuk a problémákat. Eddig is így csináltuk, mert azért fontos, hogy az emberek tudják, hogy az utcában az építkezés az hogy zajlik, mint zajlik, milyen nehézségek lesznek, zaj, por, sár, hát ezeket el kell viselni ez alatt az idő alatt. Amint az újabb víz- és csatornázási munkálatoknak a végére érnek, Ditró község teljes egészében ki lesz építve az ivóvíz, illetve szennyvízhálózat. Kihirdette hétfőn Klaus Johannis államfő a törvényt, amelynek értelmében a megszabott minimális létszámnál kevesebb tanulóval is lehet kisebbségi tannyelvi osztályokat létrehozni azokon a településeken, ahol erre igény van. A jogszabály arról is rendelkezik, hogy csak az oktatási tárca kisebbségi államtitkársága, az etnikum közi kapcsolatok hivatalának alárendeltségében működő oktatásügyi bizottság, vagy az érintett kisebbségi közösség parlamenti képviseletét ellátó szervezet jóváhagyásával lehet átszervezni, vagy megszüntetni az anyanyelvi osztályokat. Idén is meghirdeti kiskertész programját Hargita megye tanácsának vidékfejlesztési egyesülete. 4. 7. osztályos diákok és osztályközösségek jelentkezhetnek, hogy zöldséges kertet hozzanak létre. Hargita megye tanácsának vidékfejlesztési egyesülete ismét meghirdeti kiskertész programját a 4.-7. osztályos diákok és osztályok számára zöldséges kert létrehozása céljából. A program célja felhívni az iskolás gyerekek és szüleik figyelmét arra, hogy friss zöldségeket különösebb anyagi ráfordítás nélkül lehet megtermelni. Ezáltal a diákok megtapasztalhatják, mennyire más az íze, felhasználhatósága a friss, általuk termelt zöldségnek a kereskedelemben forgalmazott termékekhez képest. A kiskertész program keretében azok a diákok igényelhetik a vetőmag csomagokat, melyek hónapos retek, fejes saláta, sárgarépa, cukkini, zöldborsó, uborka, cékla és spenót, akik otthon szeretnék létrehozni saját zöldséges kertjüket, illetve azok az osztályok, amelyek közösen szeretnék az iskola zöldséges kertjében kipróbálni a kertészkedést. A vetőmagok igénylésének leadási határideje március 14-e. A kiosztása igénylések alapján április 15-ig történik meg, ekkor a diákok útmutatást és hasznos információkat is kapnak a vegyszermentes zöldségtermesztéssel kapcsolatosan.
Az elvégzett munkáról észrevételeiket, tapasztalataikat, gondolataikat egy pár sorban megfogalmazva szintén eljutatják az Egyesület e-mail címeinek egyikére vagy a megadott postai címre. A fényképes beszámolókat június 15-ig várják. A diákok, illetve osztályok az elvetett magokat gondozzák, a munkavégzés folyamatáról fényképeket készítenek, amelyeket augusztus 31-ig beküldenek a Vidékfejlesztési Egyesülethez. A beküldött beszámolók alapján egy szakemberekből álló bizottság kiválasztja azokat a diákokat, akik a legmagasabb osztályzatot kapják a beküldött fényképes beszámolókra, és akiknek a kiskertjét a helyszínen is megtekinthetik. A Kiskertész program keretében idén is meghirdetik a Facebookos versenyt, ahol a kiskertet ábrázoló képre augusztus 31-ig legtöbb kedvelés gyűjtő személy díjazzák. A jelentkezési űrlap igényelhető a tanintézetekben, illetve letölthető a képernyőn látható linkről. A Kiskertész programmal a fő célunk, hogy a gyerekek a kertészkedés révén megismerkedjenek az élelmiszer előállításának gyakorlatával, hogy megtapasztalják a friss, saját kezüleg a családi ház kertjében megtermelt zöldségek minőségbeli és élvezeti értékbeli különbségét, elmélyüljön bennük a szülőföld iránti szeretet, nyilatkozta Borbély Csaba Hargita megye tanácsának elnöke. Márton István Hargita megye tanácsa a Vidékfejlesztési Egyesületének igazgatója március 1-én volt a Hargita Stúdió aktuális című műsorának vendége, ahol az aktuális pályázati kiírásokról beszélt, többek között a Kiskertész programról. A videó elérhető a képernyőn látható címen. A kitöltött űrlapokat március 14-ig kérik elküldeni a következő e-mail címre: karikáscsilla@hargitamegye.ro vagy a következő postai címre: Csíkszereda, Szabadságtér 5 szám, második emelet 244-es iroda, irányítószám 530140. Bővebb információ a képernyőn látható telefonszámon igényelhető. Március 13-14-én, szerdán és csütörtökön este 7 órától újra látható a Figuránál Albu István rendezésében Csehov Három nővér című klasszikusa. Az előadást 12 éven aluliaknak nem ajánlják. Felhívják a nézők figyelmét, hogy az előadásban élő állatok is szerepelnek. Jegyek ára 15 lej, diákoknak és nyugdíjasoknak 10 lejbe kerül. Jegyek válthatók munkanapokon 15 és 19 óra között a Figura Stúdió Színház előcsarnokában található jegypénztárban. Elsősorban a pénzügyi intézkedések átláthatóságát és megjósolhatóságát várja a kormánytól a kis és közepes magánvállalkozások országos tanácsa, mondta el Florenz Jánu, a testület elnöke sajtótájékoztatón. A tanács ugyanakkor az Európai Gazdasági Országjelentés befoglalt ajánlások megvalósítását is szeretné. A pénzügyminiszter tettei és a kormányprogram közötti szakadékra hívta fel a figyelmet a kis és közepes magánvállalkozók országos tanácsának elnöke. Florenz Jánu elmondta, Eugen Teodorovics tárcavezető márciusra újabb pénzügyi intézkedések bevezetését ígérte, ezzel azonban csak még jobban eltávolodik a kormányprogramtól. Ez utóbbi ugyanis egyszerűsítést, nyitást, átláthatóságot, stabilitást, megjósolhatóságot és a vállalkozók iránti tiszteletet ígérte. Ezzel szemben a miniszter kapkod, a pénzügyek bonyolultabbá, átláthatatlanabbá, instabilabbá, megjósolhatatlanná válnak, és az adóterhek nem csökkentek, hanem nőttek. Az elnök az országos tanács tagvállalatai üzenetét tolmácsolta. Valósággal megijednek, ha megjelenik Teodorovics úr a tévében, mert nem tudják, mi következhet megint. A felhívásunk a miniszter úr irányában az, hogy legyen sokkal kiszámíthatóbb a bejelentéseivel, mert ahányszor csak a nyilvánosság elé lép, valóságos pánikot kelt az ötleteivel. Ugyanezen a sajtótájékoztatón az országos tanács tiszteletbeli elnöke a Romániára vonatkozó 2019-es gazdasági országjelentést elemezte, sajnálattal állapítva meg, hogy a 10 sarkallatos megállapítás közül csak egy pozitív, 9 negatív, és hogy a tavalyi ajánlások közül 4-et teljesen figyelmen kívül hagyott Románia. Hatban pedig csak részleges haladás észlelhető. Márpedig az országjelentésnek a következő időszakban sokkal fontosabb szerepe lesz, mondta. A jövő évtől, amikor az Európai Unió új költségvetési ciklusa kezdődik, egy adott tagállamnak elkülönített összeget az országjelentésbe foglalt ajánlások megvalósításainak függvényében utalják ki. Ha ez a rendszer már most is működne, Románia nem kapná meg a számára elkülönített összeg 70%-át.
Hozzátette, az idén megfogalmazott ajánlások közül 5 vonatkozik a kis és közepes vállalkozásokra, és az általuk képviselt cégek érdeke, hogy ezeket meg is valósítsa a kormányzat, amely azonban eddig nem adta jelét, hogy ilyen irányú intézkedésekre készülne. Azzal a felhívással fordult Hargita, Kovászna és Maros megye tanácsának elnöke a június 1-ére tervezett pápa látogatásra készülőkhöz, hogy népviseletben jelenjenek meg a csíksomlyói nyerekben. A szerkesztőségünkhöz eljuttatott felhívásban leírják, azt szeretnék, hogy teljen ez a nap a hagyományos népviseletben, amikor a világ figyelme Csíksomlyóra és az itt élőkre irányul. Mutassuk meg értékeinket, évszázadokról átörökített viseletünket, amelyek bemutatják Székelyföld különböző tájegységeinek sajátosságait. Március 15-én 15 órától 15 percen keresztül minden romániai állampolgár függessze fel tevékenységét. A felhívást a moldvai üzletember fogalmazta meg, aki saját költségén megépített egy méter autópályát, mert nehezményezi, hogy az országrészben teljesen hiányoznak a strádák. Most arra kér mindenkit, hogy csatlakozzon a tiltakozáshoz. Számtalan tüntetés, meg annyi petíció sem tudta eddig meggyőzni a kormányt, hogy komolyan vegye a Jászvásárt Marosvásárhelyjel összekötő az úgynevezett Egyesülés autópályát. Eszucsáva megyei vállalkozónak azonban már elfogyott a türelme, és úgy döntött, épít egy méternyi autópályát. Erről film is készült. Elmondása szerint a Voronéc és Putna közt egy hétig zajló munkálatra 4500 eurót fordított saját zsebből, mert megeligelte, hogy több mint másfél évet veszített az életéből autóvezetéssel az autópályák hiánya miatt. Mi több, számításai szerint Romániában évente 2000 ember hal meg közlekedési balesetben, többen, mint az 1989-es forradalomban. Stefan Mandaki egy országos szintű tiltakozást is meghirdetett. Am o provocare pentru românii din întreaga lume. În data de 15 martie, pentru 15 minute, începând cu ora 15, eu suspend activitatea celor 40 de restaurante. Pentru autostrăzi, fii solidar. Provoacă măcar 3 persoane să suspende activitatea. Az egyméternyi autópálya megépítése egyébként nagy port kavart az elmúlt napokban a médiában. Az üzletember kis videóját is közel 400 ezeren nézték meg a YouTube csatornán. Úgy néz ki, a hatóságok inger küszöbét is sikerült elérni. Megértettem az üzenetet, és minden romániai megértette azt. Éppen ezért meglátják, hogy ebben a mandátumomban nagyon aktívan jelen leszek a munkatelepeken, hogy megbizonyosodjak arról, hogy az infrastruktúrális projektek meg is valósulnak. A közúti infrastruktúrát kezelő országos vállalat vezetője is levonta a következtetéseket. Ez egyértelmű jelzés számunkra, amelyet nem csak személyesen, hanem a vállalatban kollégáinkkal együtt megkaptunk. Nem arról van itt szó, hogy elolvastunk egy hírt erről, hanem tényleg felfigyeltünk erre a tiltakozásra, és megpróbáljuk, sőt meggyőződésem, hogy javítani fogunk az országos vállalat teljesítményein. Mandaki március 15-én 15 órakor akarja felavatni az egyméternyi autópályát, és 15 perces tiltakozásra, azaz tevékenysége 15 perces megszakítására buzdít mindenkit, aki hozzá hasonlóan szívügyének tekinti az autópályák ügyét. Lássuk röviden még egyszer a nap fontosabb híreit. 3,5 millió lejt költenek a művelődési ház felújítására. Energiatakarékosabb és szebb lesz az épület. Folytatják a víz- és szennyvíz hálózat kiépítését Ditróban. Aláírták a kivitelezési szerződést, hamarosan kezdődik a munka. Idén is várják azon diákok jelentkezését, akik zöldséges kertet hoznának létre. Meghirdették a kiskertész programot. A látogatóval folytatódik műsorunk. Köszönöm, hogy velünk tartottak, viszontlátásra!